Sziasztok! Képzeljétek el, a múltkori után bementem a hanglemezboltba, és kaptam én is, meg a fiam is pólót. Úgyhogy ezt fogom most egy darabig hordani. A másik az, hogy mindjárt találkozunk Violával, és megyünk és forgatunk az Animal Cannibals-szel. Animal Cannibals forgat Violával, és mi forgatunk velük. Főcím. Jubi, nem akarsz már senkinek se tetszeni, most vagy csak magadnál, át lehet fedleni. Híres ember, első ezen a néven. Na, és úgy néz ki, hogy megérkezünk csajokkal. Jövünk egy tóhoz. Tóhoz jövünk, és itt látunk embereket, fekszenek a fűben. Most fiolódom egy hozzá, azt fölveszem. Itt van Nila híres ember, meg már egy kislány, azaz. Nila híres ember, hallod? Szia! Közös fotót kérsz, hogy autogramot, hogy mit szeretnél? Persze, van autogramkártyám is. Találtam valami izét. Minden jó. Ez van zöld, meg gyöngyházfényű, beszarsz. Hová álljunk, te vagy a főnök? Az így van. Egyet mondj. Hát most így hirtelen nem tudok konkrétan kérni. Hirtelen nem tudok, mindig ez. Ilyenkor hirtelen mindig ez van. Szóljam el. Amíg Viola beszél, addig én elkapom Kuka MC-t. Kérdés. Mit szóltál, hogy nem te csináltad az interjút? Ja, és ide nézzél, Léci, mert sírtam. Múltkor is... Várjál, bocsi, a múltkor oda néztél, igen, és igen. Nézzük... Most jó? Így... Most jó akkor. Ide. Jó, megvagyok. Nagyon nem. Ja. Na, és mit szóltál? Sírtam, de nálunk ez mindig így megy, hogy ilyen gyakorlatilag kőpapírolló, hogy megkapjuk a listát, és még mielőtt átolvasnánk, hogy kik a vendégek, egyből valamelyikünk, aki a gyorsabb, az választhat, hogy páros vagy páratlan. És akkor a listából még megnézés előtt én egyből így nyomtam, hogy most páros akarok lenni, mert eddig páratlan volt a tudásom, és most páros szeretnék lenni. Na, szél, lehet, hogy hiába van rajta, lehet, hogy... Nem, ezt hallani fogja. Hallani fogja. Én olyan harsány vagyok, mint a Harsányi Levi. Az a baj, hogy én csomószor azt mondom, hogy nekem ilyen hülye szar poénjaim vannak, szarszó viccek, és ezért szeretek veled beszélgetni, mert rájövök, hogy annyira nem is vagyok vállalhatatlan. Na most fúj a szél. Most biztos, hogy nem hallani a te dumádat. Azt nem. De most megadatik legalább az az élmény, hogy láthatom kívülről, hogy milyen az, amikor így beszélgetnek ők egymással. Hát jól kész ki, abszolút. Úgy döntöttem, hogy belekomponálom magam a képbe, hogy mögöttem. Azért ez lehet, hogy ilyen profilgépgyalús, ugye? Hogy mögöttem a Violáig. Csinálok egy ilyen profilképet. Ez, megcsinálom. Már ebből ki tudom vágni. Hát most ilyenkor minek kacsintok, de ugye? Főleg mondom, hogy most elkezdek kacsintani, de minek? De tényleg minek? Most így a hóhért akarom akasztani, meginterjúvolom. Hello! Jól nézek ki? De most jó helyre nézek, jó. Oda néz. Na, kérdésem, hogy te mennyire vagy egy exhibicionista, tehát mennyire vagy te is közülünk való, tehát hogy a kamerát látsz, érzel-e arra ingert, hogy te beszélni akarsz kamerába, vagy nem? Én nem csak hogy kamerába, tehát hogyha már azt érzem, hogy 2-3 ember van körülöttem, már akkor nem tudom, kaparom magam, hogy az ő figyelmüket is valahogy az én magamra vonjam. Úgyhogy egy-egy picivel hangosabban elejtett poén, hogy esetleg a társaság is lereagálja. De természetesen, hogyha látok akár ilyen kihelyezett ipari kamerákat, és mondjuk annak még monitorja is van, akkor szeretem kihasználni a kép alapján így az adottságokat, és akkor így a gyerekeimmel is játszunk ezzel. De nem az a jó, hogy a Ricsinek a pólóját fülyeszél, látod, hogy milyen szépen kidomborodik, hogy volt hasegyzés. A közben megbeszéltük a dolgokat, de a háttérben valami híres emberekkel találkozik. Azt nem tudom, hogy ők most valami híres muzsikusok vagy drogdílerek. Nem tudom eldönteni melyik. Gyúrunk! Nem tudtam eldönteni, most híres muzsikusok vagytok vagy drogdílerek. Tehát, hogy most melyik? Melyik legyünk? Egyébként van minden olcsón eladó. Híres díler. A drága is van olcsón. Az a mennyi pénzed van, megveszem. Zene, csak a zene, gyerekek, itt a hoodies. Hoodies? Igen. Ti vagytok a hoodies. Mit kell rólatok tudni? Akkor már csinálok egy ilyen... Figyelj, ez a baj, hogy nem tudod. Nézzél utána, jó? Nézzél utána. HDZ. Hoodies, jó? Nézd meg őket. Most nézd meg őket. Menjél meg! Esettől és Holtresztől a Soha nem veszek elég jó című számot.
Már? Igen, még egyszer. Még kicsit indokold meg, egy spanyain kapok ért egy ezerséget. Szerinted miért félhet tőled a viola? Fogalmam sincs. Hát mondjuk a 12-es karom az eléggé durva. Ez kemény. Lehet, hogy ez, szerintem ez lesz az. De érezted, hogy fél tőled? Érezted? Nem, ez csak egy ilyen színjáték. A nők mindig csinálhatod. Mondják, ami nem is azt gondolják, szerintem, de nem értek a nőkhöz. És jó, mert ezt majd úgy fogom összevágni, hogy mondasz, hogy csak színjáték, és a következő is nincs. Viola így ül rá meg a kocsiba, hogy Úristen! Most egy hétig nem fog senki mesebe. Ugye ezt fogja mondani? Ezt. Híres ember, ilyen ez. Köszönöm szépen. Hogy ne lenne, ahol azzal van tele nekem csak a tár. Csak hülye fejjel van tele. Ja, ezt közön veszi a híres? Képzeljétek el, kiderült, hogy Viola soha nem volt még azon a téren, azt mondja, az a tér, mutassad meg azt a teret. Nem spoilerezek, hogy milyen tér. Na, oda megyünk arra a tér. Nem nehéz, Balatonra is értem, először veletek mentem. 2 éve. Mindent én mutatom meg először a Violának. Nem tudom, mert ez otthon főzőkosok takarítok. Kérdés, miért van ezt a ricsitő? Mert Sunyi, nézd rá, milyen Sunyi fekszik ott. Mert az interjúról azt féltük, azt néztük. Betyár. Azért? Igen. Féltem a kereszkedésektől, meg a zavarba hozástól. És zavarba hozott, meg kérdezett keresztet? Nem, amúgy a kuka jobban zavarba hozott múltkor. Na ugye? Ezt mondom! Az a helyzet, hogy a Violát a kuka megrémítette múltkor, és most már ezért fél tőlem, de az igazság az, hogy én sokkal angyalibb vagyok. Én egy bárány lelkű, kis galamb lelkületű úriember vagyok. Na, ha elbúcsúztunk az Animal Cannibals-től, nagyon cukorborsók voltak, és most megyünk akkor megnézni azt a titkos teret, amit nem fogtok kitalálni soha, hogy vajon melyik teret szeretnénk megnézni. Mi a véleményed a hősök teréről? Fotózz le. Hogy hát igazából meleg van. Vannak betonok, és hogy nem lesz semmi csinálni. Meg nem valami jó közbiztonság. Meg legyen zárcsökkentés. Szóval nem, Violának nem jött át ez a hősök tere feeling. Szerintem zseniális, nekem kedvenc terem, tehát ha megkérdezik, hogy kedvenc hősök terem, azt mondom, hogy ez a kedvenc hősök terem. Hogy viccet félretéve, tehát én a terek közül nekem az egyik a hősök tere az egyik kedvencem. Majdnem mondtam, hogy olyan ennivalóak, de hát úgy elég szóval. A bébim ezt elsütötte, de... Úgyhogy én amúgy nem eszek húst. Elsütötte? Elsütötte az annivaló kocsát. Nem is eszek húst. Úgyhogy vegán. Még közben megtaláltam itt ezt a brigádot, akik itt közben itt valami. Mi a nevük? Hoodies, nem? Ők a Hoodies. Megtudtam, ők a Hoodies. Benne lesznek egy olyan videó, amit senki sem néz, csak mondom. Tessék, ott van. Én vagyok a H, mint híres ember. Ő a D, ő meg a Z, és HDZ. Mi együtt vagyunk HDZ. De így hárman vagyunk HDZ, tehát. Ő meg a híres ember. Mi úgy együtt. Így. Mi hárman vagyunk a HDZ. Nem tudsz. Nem, próbálkozok a hátukon fölkapaszkodni. Próbálok kapaszkodni a hátukon, nem messze vannak. Na, de most viccet félretéve. Ez meg az internet.hu-ra. Te vagy a... Együtt vagyunk HDZ, én vagyok a Maxi, a Lehu. És ti vagytok egy zahád, akkor miért hűített a Viola, hogy... Te forgatod a tiak tényleket. Na. Téged meg követlek. Én megírtam a szöveget. A Viola követi az egyiket. Hát, az para. A reakcióban valahogy közelült. De ez így nem buzi? De. Ki a p***tel ezért repelsz is? Aha. Ádám. Ádám és kevésbé buzi. Én már nem buzis, köszönöm szépen. Na most még nem tudom, hogy mennyit vágtam be abból, hogy őket úgy vettem föl alulról, de rájöttem, hogy az nem jó, hogy inkább ide följövök. Úgyhogy vagy láthatok egy 10 perces tök unalmas videót, vagy azt sem tudjátok, hogy miről van szó, de ők a HDZ. Sziasztok, mi vagyunk a HDZ. Kire? Mi vagyunk a HDZ. Itt nyomtam volna, hogy DZ. Tudod, ez a rádiós delay. Amúgy ti vagytok a Hoodies, ugye? Így van. És akkor most az előbb itt mondtad, de nem tudom mennyi hallatszott a mikrofonba. Te vagy, aki zenét csinálsz, szöveget ír, meg videó, klippet gyárt. Jó, lényegében igen. Akkor rád mi szükség? Amúgy látod, ezt én is tudom.
Egyébként én is a saját klipjeinknél, én is általában hozzáteszem az én dolgaimat, tehát hogy együtt találjuk ki a dolgokat. Külön-külön nyilván ő, neki ez a szakmája. Szöveget írok, tök jó rappelek, tök jó, nem, tehát előadóként foglalkozkodok inkább. Régen egoista volt, de most már tökéletes. Igen, pontosan. Elvicceltem, de ha valami komolyat szeretnétek mondani, nyugodtan mondjátok. Ne, nem tudunk komoly dolgokat. Nincsen semmi. Most iratkozz fel a csatornámra, oszd meg a videót és lájkold. Most eljön világhírű van? Nem. El tudom adni a videómat vele? De el tudom adni vele? Nem. Ha nem hallottátok, megkérdeztem, hogy el tudom-e vele adni a videómat. Azt mondta Viola, hogy többen nézik őt, mint engem. Úgyhogy akkor el.